különleges színházi pillanatok jellemezték az idei MAT gála műsorát, ahol a két színjátszó, valamint a mozgásszínházi és a rendezői csoport is látványos jelenet sorral rukkolt elő. Egyből, ahogyan itt találkozunk, már első nap úgy érezzük, hogy régóta ismerjük egymást, mert van egy nagyon erős ilyen vonzalom köztünk, mert annyira egy dolog iránt, egy dolog felé nézünk, és nekem ez adja azt a plusz energiát. Ettől nagyon különbözik ez a tábor a többi nyári vagy szabad vagy idős üdülő táboroktól. Az egymásra hangolódás a táborban folyó közös munkának is fontos alappillére volt, és jelentősen befolyásolta annak eredményességét is. Akkor lesz igazán eredményes, hogyha hagyunk elég időt arra, hogy belemélyedjünk, és egymásra hangolódjunk, és talán egy koncepció, ami az elejétől kezdve világos volt, átváltozik, mert kiderül, hogy vannak kérdések, amin érdemes dolgozni, amit érdemes elmélyíteni, és utána pedig kibogozni és a nézők elé tárni. A négy csoport közül egyedül a rendezői dolgozott konkrét szöveggel, a többiek más módszereket választottak. Borbély Szilárd regénye alapján a Nincs telenekből dolgoztak a rendezők. A színjátszó csoportok azok improvizációkból készítettek jelenetsort, a saját életükből, a minket körülvevő társadalmi kérdésekről mutattak be jeleneteket, illetve a mozgásszínházi csoport megint egy sajátos formát hozott, ők a testükkel próbálták meg kifejezni azt, hogy mi az elképzelésük a világ dolgáról. A MAT elsődleges célja az utánpótlás nevelés, illetve a vajdasági magyar amatőr színjátszás fejlesztése. Úgy érzem, hogy Vajdaságban nagyon jó úton van az amatőr színjátszás. Gondolok itt a diákokkal és a felnőttekkel való munkára is, úgyhogy megéri valóban foglalkozni velük, és megéri dolgozni azon, hogy minél több színjátszó csoport működjön tovább ilyen minőségesen, mint most. A Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók táborának idén összesen 42 résztvevője volt, akik Vajdaság 16 településéről, valamint Belgiumból, Magyarországról és Szlovéniából érkeztek Zentára.